Volt, aki rejtvényt fejtett, más a tévét nézte. Ez a délelőtt sem különbözött a többi hétköznaptól a szekszárdi hajléktalan szállón. Nincsenek többen, mint amennyien egyébként is lenni szoktak, mondja Szűcs László, intézményvezető. Az elmúlt közel fél évben nem sokat észleltek abból, hogy életbe lépett a szabálysértési törvény, amely tiltja az életvitelszerű közterületi tartózkodást. Szekszárdon nem jellemző, egyáltalán nem jellemző. Nyilván előfordulnak az utcán, de az, hogy közterületen éjszakáznak, az nem. Szűcs László hozzátette, ők a hajléktalanok számának csökkenését tapasztalják. Tavaly 128 hajléktalan volt Szekszárdon, míg korábban 150 és 170 között mozgott a számuk. Én elsősorban arra gondolok, hogy kevesebben csúsznak bele a hajléktalan létbe, több a lehetőség, több a munkalehetőség, illetve a kiút szempontjából is jelentős az, hogyha valaki tud munkát találni, és így a megélhetését tudja fedezni. Más adatok sem igazolják, hogy a szabálysértési törvény tavaly őszi szigorítása miatt több hajléktalan került volna a szállókra. A hidegebb napokon országosan 86-88%-os volt az éjjeli menedékhelyek kihasználtsága. Idén Szekszárdon sem ért el a 100%-ot, pedig korábban minden télen teltház volt a menedékhelyen, mondja Szűcs László. A rendőrök sem bírságoltak túl gyakran meg valakit azért, mert az utcán él. A hatóság életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése miatt október és március között országszerte 338 esetben Tolna megyében egyszer alkalmazott helyszíni figyelmeztetést. A hajléktalan törvény megsértése miatt egyébként a megyében egy embert sem állítottak bíróság elé, vagy vittek hajléktalan szállóra a rendőrök. A Menhely Alapítvány munkatársai szerint a törvény miatt azok, akik eddig az utcán éltek, most a rejtőzködést választják. Nem csak a járókelők szeme elől tűntek el, a szociális munkások nehezebben találnak rájuk.